mai videóban ezt a BMW 1300-as GS szeretném nektek bemutatni. Tartsatok velem, és először nézzük meg a motort kívülről. A tesztmotorunk egy trofi kivitel, egyébként létezik, ha jól tudom, fehér, zöld, fekete és ebben a kivitelben. Szerintem egyébként ez a trofi kivitel illik legjobban a motorhoz. Ami elsőre szembe tűnik a motorral kapcsolatban, hogy egy sokkal kisebb és keskenyebb motornak tűnik az előző 1250-es GS-ekhez képest, viszont egyébként ez csak illúzió. Látjátok, ez a tesztmotor egy Akrapovics kipufogóval van felszerelve. Itt látjuk magát a boxer motort, ami immáron 1300 köbcentire nőtt, és a tesztmotor kapott egy ilyen kis védőt is a boxer motorra. Elől ugyanúgy megkapjuk a kívül fűzött küllős kerekeket, és a kerékméretek sem változtak. Az első futómű viszont változott, ugye telelevel és hátul pedig paralevel futóműről beszélhetünk, ez ugye a nagy újdonsága az 1250-hez képest, hát ez kívülről közelről így néz ki. Illetve hát az első fejidom, ami lényegesen változott, és ami nagyon sokaknak nem tetszik, hogy már nem az aszimmetrikus, szokásos BMW első lámpát kapjuk. Nekem egyébként tetszik ez az új lámpa dizájn is. Ami még ugye nagy újdonsága ennek a motornak, hogy a kézvédőbe kapott helyet az index. Ez most, hogy jó vagy nem jó, az egyéni preferencia kérdése, így ha eldől a motor, kicsit könnyebb összetörni, de egyébként meg sokkal jobban látható. Láthatjátok, hogy az ülés mintázata tovább megy a tankon is, ezáltal, hogyha állva motorozunk, vagy történne valami olyan szituáció, akkor nem a kemény tankba ütközünk bele. Egyébként a tesztmotor oldalsó és hátsó dobozokkal volt ellátva, a hátsó doboz is központi záras, úgyhogy már ahhoz sem kell kulcs. És megmaradt ugyanúgy a telefontartó is elől. Ez a modell kulcs nélküli indításos. Nézzük meg a motort és indítsuk be, hallgassuk meg a hangját. Motor műszerfala semmit sem változott az előző évekhez képest, ugyanazt a szokásos BMW kompjútert kapjuk meg, ugyanazt a kijelzőt, ami egyébként nagyon jó betekintési szöggel rendelkezik, jól látható rajta minden információ. Ugyanolyan üzemmódok vannak, Road, Dynamic, Dynamic Pro, illetve egy Enduro üzemmód is, de ezeket a menüben testet tudjuk szabni, hogy melyikek között lehessen gyorsan váltogatni. Belelépve a menüben megtaláljuk a médiát, navigációt, sportot és a jármű adatait. Ugye a navigáció, meg a zene, meg a telefonálás akkor megy, hogyha telefonnal összelőjük. Na nézzük a settings-et. Itt láthatjuk a motor asszisztens funkcióit, jármű adatokat, System Connection Display Information. Ezeken most jobban nem mennék át, igazából ugyanazokat tudjuk állítani, mint az összes BMW motoron, a felszereltségtől függ, hogy mennyi mindent. Motoradatok között látjuk a vízhőfokot, az össztávolságot, a tripeket, illetve a guminyomást is, mert ebbe a tesztmotorba volt, illetve hogy mennyi idő van még a szervízig hátra. Műszerfalról nagyjából ennyit. Ami érdekesség még ez a plusz gomb, ami ide került a markolatra. Ezt magunkra tudjuk szabni, hogy milyen funkciót szeretnénk gyorsan elérni. Én ebből a magasságállítást állítottam be. Ha nem haragszottok a motor technikai részleteibe, jobban nem mennék bele. Egyrészt az írócikkbe úgyis ott lesz, és aki ténylegesen érdekel a motor, az úgyis megtalálja a műszaki specifikációkat a BMW oldalán. Kinézetről, illetve közelebbről nagyjából ennyi. Most nézzük, mit tud a motor menet közben.
Hát először is, aki még sosem vezetett boxerblokkos motort, annak nagyon érdekes lehet és nagyon szokatlan, ugyanis induláskor, ugye mivel itt a blokkban a hengerek oldalirányba mozognak, ezért kicsit vibrál, rezonál, vagy bemozog az egész motor, ami nagyon szokatlan volt elsőre. De egyrészt nagyon könnyen meg lehet szokni ezt a blokkot, ugyanis alsó fordulaton is nagyon szépen jár. Ugye ez a blokk nagyon nyomatékos, tehát azért, hogyha húzunk rá egy gázt Dynamic módba, vagy Dynamic Pro módban, akkor azért nagyon szépen szedi a lábát, elvégre csak 136 lóerő, ha jól tudom. Úgyhogy ezért megyeget a motor, viszont a súlyát se felejtsük el, ami 230 kiló, ami hát állóhelyzetben nekem azért elég sok volt, nekem ettől a motorom sokkal könnyebb, és viszonylag nehezen mozgattam ezt a nagy tömeget, viszont ez a súly menet közben nyilván eltűnik, amint van már egy kis lendület, nagyon szépen és könnyen lehet irányítani. Tehát alapvetően elmondhatom a motorról, hogy nagyon fordulékony és nagyon könnyű vezetni, illetve mivel az alsó fordulatszám tartományban nem is ideges, ezért tényleg nagyon könnyen hozzászökik az ember, és az elején még nem is érzi azt, hogy nagyon erős lenne a motor, vagy kezelhetetlen lenne. Természetesen olyan 6-7 ezres fordulatszám tartománytól megjön az ereje. Próbálgattam egy kicsit városban is a motort, egyrészt egy darabig ezzel jártam bedolgozni, és hát a kormány ugye elég széles, ami ugye jellemző az összes túrendulóra, de egyébként nagyon jól el lehet férni a motorral a sorok közt. Másrészt az első lámpa miatt az autósok hamar észrevesznek, és inkább elengednek, vagy félrehúzódnak, úgyhogy ez is egy nagyon pozitív tapasztalat volt. Másrészt sikerült vele elmennem Bajna Héregre, és kicsit próbálgattam a motort, természetesen ugye nem az enyém is egy tesztmotor, úgyhogy nem most döntöttem meg a köridőmet, de jó volt egy kicsit tekeregni a motorral. Egyébként maga a kormány és a tércög nagyon kényelmes, ez egy tipikusan olyan motor, amit nagyon eltaláltak ebből a szempontból, és simán lehetővé teszi a 500-600-700 kilométeres túrákat is egy ültőhelyben, mert az ülése elég kényelmes, bár egy kicsit keményre sikeredett. Maga az anyagja egyébként tök jó, tehát megtapad rajta a bőrszerkó is, illetve a protektoros farmernadrág is, úgyhogy ezzel semmiféle gond nem volt. Kormány, a kezelőszervek, minden nekem rögtön kézre esett nagyjából. Az első 5 kilométer volt az ilyen összeszokási idő, utána pedig már úgy mentem vele, mintha ez az én motorom lenne. A futóműről nyilván csak szuperlatív szóba lehet beszélni, ezeket a magyar utakat annyira kisimítja, hogy egyáltalán nem érezzük a kátyukat és gödröket. Ami nekem viszont egy kicsit furcsa volt, hogy a saját motorom egy kicsit feszesebb futómű be van ellátva, és hiába raktam a motort Dynamicba, nekem még úgyis egy minimálisan lagymatagabb volt, mint amihez hozzá voltam szokva. De mivel elektromosan állítható a futómű, ezért tudtam volna még rajta testre szabni, viszont úgy voltam vele, hogy jó lesz az, ami a Dynamic módban van, igazából csak hozzá kell szokni. Ródállásban annyit tudok róla elmondani, hogy nagyon ilyen hajós érzetet ad, tehát nagyon szépen kisimítja a kátyúkat, viszont nagyobb tempónál azért ez az állás már annyira nem túl jó. Beszéljünk egy kicsit a szélvédelemről. Ugye elektromosan állítható szélvédőt kapott a motor, ami nagyon jó, hogy egy gombbal bármikor tudjuk állítani menet közben, viszont egy kis plexi került rá, ami az én magasságomhoz, ez a 165 centi, ez egyik állásban sem volt jó. Ha jól emlékszem, akkor felső állásban használtam, de a nyakamtól felfele ugyanúgy verte rám a szelet, úgyhogy ha ez a saját motorom lenne, akkor biztos, hogy vennék rá egy túra plexit, illetve nem igazán értem a műszerfal melletti két kis áttetsző műanyag idomot.
Gyakorlatban jól lehozza a vállamról a szelet, viszont a rögzítése nem túl jól sikeredett, emiatt a szél rezonáltatta lehetett hallani menet közben. De hát ez legyen a legnagyobb problémánk. A fékekről szintén csak szuperlatívuszokba tudok beszélni, eleve egy kombinált fékről beszélünk, azt hiszem a hátsó használja az első féket, és talán fordítva is. Tehát nagyon jól dolgoznak a Brembo fékek a hatalmas tárcsákkal, bármikor, bármilyen tempóról könnyedén meg lehet állítani ezt a motort. Illetve a felvételen igyekszem nektek bevágni azt a jelenetet is, amikor működésbe lépett a vészfék asszisztens, erről egy kicsit beszélünk bővebben. Ugye a motor föl van szerelve mindenféle szenzorral, egyrészt a tükörben látjuk a holtér figyelő rendszert, hogyha valaki van a holterünkbe, akkor a tükör jobb vagy bal oldalán egy kis háromszög fölvillan, hogy akkor ne kezdjünk előzésbe. Ez a vészfék asszisztens pedig azt csinálja, hogyha úgy érzi, hogy egy autó megáll előttünk, vagy túlzottan megközelítjük, akkor befékez elektronikusan. Ami amúgy egy tök jó tulajdonság lenne, viszont ahogy láttátok a bejátszott felvételen is, én egy előzést szerettem volna megcsinálni, de a motor úgy érzékelt, hogy túl közel mentem az autóhoz, ezért inkább beleállt a fékbe, hát ez annyira nem volt jó abban a pillanatban, de egyébként ez a menüből kikapcsolható, úgyhogy későbbiekben nem okoz problémát. Ezen kívül ez a tesztmotor föl volt szerelve az automatikus magasságállító rendszerrel is, tehát a BMW-nek ebben a modelljében már nem az ülést tudjuk lejjebb vagy feljebb rakni, ezzel változtatva az ülés magasságot, hanem a motor érzékeli, hogy álló helyzetben van, vagy lassítani fogunk, és akkor leengedi magát elől is és hátul is, így kapjuk meg a 830 mm-es ülés magasságot, ami nekem nagyon-nagyon hasznos volt, mert én maximum 830 mm-es motorról érek le, és nekem nagyon jó volt, hogy leengedte magát a motort, mert gyakorlatilag így tudtam csak vezetni. És ez a funkció nagyon jól és minden helyzetben működik, lámpánál, elinduláskor fölemeli magát, ha jól tudom, akkor ilyen 40 km/h sebességnél engedi le magát, úgyhogy ez tökéletesen és jól működött minden egyes alkalommal, ebből nem volt problémám. Fékről nem mondtam el, de nagyon-nagyon jól adagolható, mind az első, mind a hátsó fék nagyon jó, és ebben a motorban a hátsó fék is igazán jól fog. Beszéljünk egy kicsit a váltóról, ugye nyilván ez a motor is gyors váltós, és ha jól tudom, ez egy kicsit finomodott az 1250-es PS-hez képest, így is kicsit keményebb a váltásérzet, mint egy átlagos motornál, tehát ezt a motort nem érdemes vászoncipőbe vezetni, tehát ez tényleg érdemes fölvenni egy motoros cipőt, mert kicsit nagyobb erőt kell kifejteni, mint az átlagos motornál. Én az 1-es-2-est még inkább kuplungoztam, de utána inkább csak a gyors váltót használtam. Pontos, alacsony fordulatszám tartományban is jól működik, ugye nem kell elvenni a gázt, úgyhogy ez parádé is. Tökéletes és pontos, úgyhogy ezzel semmiféle problémám nem volt. Beszéljünk egy kicsit a tankról, illetve a fogyasztásról. Egy tankkal úgy nagyjából 300-400 km-t lehet elmenni, ami egyébként bőségesen elegendő. A fogyasztási érték meg, hát kompjútere 6,123-at írt, de hát ugye ez azért van, mert nyilván aki elhoz egy ilyen tesztmotort, az ilyenkor szereti egy kicsit megnézegetni a motor határait, ez nálam is így volt, de egyébként egy olyan jó 5 literes átlagfogyasztással simán el lehet járni, főleg túrán, amikor nézelődünk, akkor szerintem ilyen 4,5-be is bele lehet nyalni, de nyilván egy nagyobb autópálya tempónál ez is meg tud enni akár 7 litert is, ez teljesen attól függ, hogy mennyire rángatjuk a bajszát. Mindent összevetve egy kellemes csalódás volt számomra ez a BMW. Egyrészt nagyon örülök, hogy kipróbálhattam ezt a boxer motoros élményt, másrészt megértem, hogy miért szeretik ennyien ezt a motort és ezt a típust. Tényleg kimegy a világból, nincs vele probléma, nem eszik sokat, megfelelő mennyiségű ereje van.
nagyon jó, hogy a motor nyomatékból dolgozik, és megindult tényleg, mint egy teherautó, vagy mint egy traktor. Ezt tudnám hasonlítani akár a hangját is, mint egy teherautóhoz, tehát ennek egy annyira jellegzetes hangja van, annyira jellegzetes kinézete, amiben megértem, hogy bele szeretnek az emberek. Egyrészt nekem nagyon jó volt ez az állítható futómű, illetve nekem tetszik az új kinézet, sőt nekem egyébként jobban tetszik ez az új kinézet. Tetszik, hogy esztétikailag egy kicsit keskenyebb és kisebb motort kapunk, ezáltal úgymond nyitott a BMW a tulajdonosok számára is, mert nekünk is sokkal kényelmesebb és kezelhetőbb maga a motor. Egyébként vehető még hozzá alacsonyított ülés is, a tesztmotoron nem az volt, azzal még alacsonyabb, és hogyha beleveszitek ezt az állítható futóművet, akkor gyakorlatilag egy tök alacsony motort kaptok, és ilyen 165 centitől felfele simán vehető a motor. Tetszik, és egy jó irány, hogy mindenféle elektronikus dolgot beleraktak a motorba, viszont az egy nagyon nagy pluszpont, hogy mindezek kikapcsolhatóak, tehát hogyha valaki a nyers motorozási élményt szeretné megtapasztalni, akkor ha kikapcsol mindenféle elektronikus segédeszközt, akkor megkapja ezt az élményt. A menürendszerhez, a tekerős megoldáshoz nagyon könnyen hozzá lehet szokni, bár igazából menet közben annyira nem állítgattam, csak amit muszáj volt, de nagyon hamar hozzá lehet szokni, illetve hát akinek már volt BMW-je, akkor ezen a motoron ugyanúgy mindent be tud állítani, mint az előző BMW-n, úgyhogy ez is egy tök jó megoldás. Igen, arról még nem beszéltem, hogy markolatfűtés is volt a motoron, illetve ülésfűtés is, viszont mivel ezt a motort jó időben sikerült elhoznom, azért egyiket sem próbáltam ki, elég meleg volt teszt időszak alatt. Mindent összevetve kéne ez a motor, viszont a konkurenciái is elég sokat fejlődtek az évek során, és hát nem tudok elmenni az a pont mellett, hogy konkrétan ez a tesztmotor mindennel felszerelve nagyjából egy 11 millió forint környékén van. Úgyhogy nekem egyelőre kimarad, vagy még gyűjtögetnem kell hozzá, de minden esetre, hogyha ilyen áron keresnék motort, akkor mindenféleképpen kipróbálnám ezt az opciót is, mert aki egyszer ezt kipróbálja, annak mindig ott marad a kis ördög a vállán, hogy vennie kell egy ilyen motort. Ezzel búcsúznék, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!